egy pár napig lehet gyengeség, levertség, láz, hőemelkedés esetleg. A Kótai házi orvosi rendelőben minden alkalommal tájékoztatást ad dr. Kis Csaba a betegeknek. Az egészségügy túlterheltsége miatt vezették be az úgynevezett telemedicinát, ami helyettesíti az orvos és a beteg közötti konzultációt, illetve az orvosok egymás közötti konziliumát. A járvány terjedésének megakadályozása érdekében ez mindenképpen szükséges a továbbiakban is. Alapvetően nyilvánvalóan megvannak a saját korlátai, de abban a helyzetben, amiben most itt használnunk kell, azt kell, hogy mondjam, hogy jól működik. Ugye én is a háziorvosi rendelésemen napi szinten ezzel a módszerrel kell, hogy sok beteget ellássak, de emellett nyilván azért, hogyha a megfelelő előszűrés megtörténik, akkor azért nélkülözhetetlen időnként az orvos-beteg találkozás, mert hát nem mindent lehet telemedicinás módszerrel megoldani. Ha a telemedicina útján kizárható a vírusfertőzés és semmilyen panasz nem utal COVID-betegségre, az orvos elrendeli a személyes vizsgálatot, de a tipikus őszi betegségek esetén is fontos utána járni a beteg tényleges állapotának. A legtöbb ilyen felső légúti megbetegedést azt vírus okozza, tehát ilyenkor az esetek többségében nincsen szükség antibiotikumra. Nyilván egy alapos kikérdezéssel azért úgy nagyjából lehet sejteni, hogy most egy szimpla vírusos felső légúti megbetegedésről van szó, tehát ezek az őszi ilyen nátha vírusok, amikből gyakorlatilag több százféle van, de hasonló tünetekkel járnak, csak különböző súlyossággal. Tehát ezekre ugye ilyenkor immunerősítés, vitaminkúrát, tüneti terápiát, gyújtát ajánl az ember, meg az ezeknek megfelelő gyógyszereket írja fel, de hogyha felmerül a gyanúja annak, hogy mondjuk valamilyen bakteriális fertőzés lehet, akkor nyilvánvalóan szoktunk antibiotikumot is felírni. Hát ez nyilván ismerni kell a beteget, meg kell egy alapos kikérdezés ahhoz, hogy lehessen sejteni, hogy miről is van szó. A koronavírus fertőzés meg hát ugye önmagában a tünetek alapján azért nem elkülöníthető, tehát hogyha gyanú merül fel arra, hogy valaki covidos lehet, akkor mindenképpen szoktunk tesztet kérni neki, és az alapján lehet eldönteni, hogy szükséges-e covid ellenes terápia vagy sem. A telemedicinával egy időben bevezetett elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér eddigi alkalmazása azt támasztja alá, hogy a vényfelírás mellett a leletek és beutalók pontos, gyors továbbítása is jól működik. Az infokommunikációs eszközök fejlődésének és terjedésének köszönhetően a jövőben várhatóan csak bővülni fog azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyeket telemedicina útján lehet majd igénybe venni.